Jó napot kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Egy jelentős pillanatnak vagyunk most tanúi, hiszen 16 óra 40 perckor innen a keleti pályaudvarból fog kigördülni az a vonat, aminek a mozdonya itt a háttérként jól mutatja, hogy idén Vörös Sándor centenáriumi év van. A Vörös Sándor centenáriumi év alkalmával már többször elmondtuk, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak stratégiai partnerei vannak, akik ennek az egész évnek a kiállításában óriási segítséget jelentenek számunkra. Többek között már közös sajtótájékoztatón szerepeltünk a Helikon könyvkiadóval, az Elhagyott versekkel, és még reményeink szerint néhány újdonsággal ebben az évben előállhatunk. Így Attilával való együttműködés az szinte folyamatos, ahogy mostantól reményeink szerint a MÁV ZRT-vel is. Nagyon fontos, és véleményem szerint itt külön hangsúlyozandó az a fajta szerepvállalás, amit általában ritkán szoktunk tapasztalni, hogy az állami vállalatok miképpen veszik ki a részüket olyan emlékévek, vagy olyan társadalmi kampányok vonatkozásában, mint például a mostani. Ezért külön köszönet a MÁV ZRT-nek, aki mintegy önmagát is újra teremtve ezzel hozzájárult egy olyan kulturális tartalomhoz, ami az elkövetkező jó pár órában reményeim szerint egy jelentős és emlékezetes utazáshoz készít elő egy mozdonyt, és teszi lehetővé, hogy témavonatként Tusványosra, a Bálványosi Szabad Egyetemre ez a vonat befusson. Ami az államtitkárság vörös év koncepcióját illeti, ez megint csak egy mérföldkő, hiszen amikor azt mondjuk, hogy Vörös Sándor költészete határtalan, akkor ez az utazás, ez a ma induló utazás mutatja meg számunkra a legjobban, hogy miképpen lehet a határokon túlívelő kultúrával így megjelenni, hogyan lehet megérkezni és elindulni, hogyan lehet ennek a végtelennek a részévé válni. Ez így megy lefele, úgyhogy gondolom önök számára ez katasztrófa. Én pedig nem tudok már így leérteni. De az jó. Van az a fajta sajtótájékoztató is, aminek ennek is lenne értelme, de hát ha ez nem az. Egyébként lehet, hogy a mikrofon is remekül veszi Vörös játékosságának minden nemű elemét, már csak őrkén groteszkébe illene jobban, de akkor is a költészetnél vagyunk. Tehát nagy mérföldkő ez számunkra, hiszen az anyanyelvben, az anyanyelv ápolásában óriási lehetőség van. A határon túlra a művészek által, a Helikon szerkesztésében, Steiner Tágotta közreműködésével olyan gazdag kultúrkincset tudunk eljuttatni, ami azt hiszem, hogy nem csak a nyelvi játékosságot, nem csak a magyar nyelv gazdagságát, hanem azt az értékrendet mutatja, ami tulajdonképpen ezzel, akár Vörös költészetével is érvelve, az anyaország üzen a határon túliaknak. Ez a közös erő, ez a közös összetartozás élmény, a sátorban való közös megjelenés, ahol a hazai színházok művészei olyan gondolatokat tudnak közvetíteni, melyek egyetemesek, melyeknek nincsenek igazán földrajzi határai, viszont egy az mindenképpen egyedülálló. Vörös Sándort csak magyar nyelven lehet értelmezni és érteni, Vörös Sándort csak magyar nyelven lehet játékosan újra és újra mondani, mondókaként vagy későbbi versként, és Vörös Sándor filozófiáját is csak azon magyar belső értékek mentén lehet értelmezni, ami túlmutat a hazafiasságon, de mégis egy egyetemes gondolatot takar. Én azt remélem, hogy akik felszállnak erre a vonatra, egy tartalmas, igazi időbeli utazáson lesz majd részük, és egyre többször fogják, akár majd később gyermekeiknek vagy unokáiknak, az itt elhangzó versek nyomán már nem csak a Bóbitát, hanem az elhagyott versek közül néhány gondolatot idézni. És ez az utazás, ez gondolatban is egy befele történő utazás,
amikor meg tudják majd magukban, akár Tusnádfürdő határába találni a teljesség felét. Köszönöm szépen!